elkényelmesedett politikusoknak, akik szépen jöttek kifelé az alakuló ülés után, már gondolom tervezgették itt a nyugodt elkövetkező 4 évet, személyesen, személyükben megtapasztalt módon kell érezzék azt, hogy nem folytatható tovább az intézményes hazárulás. Nevezzék azt bárminek, bármilyen típusú rendszernek, legyenek bármilyen díszletek, amiket most pakolnak el éppen. Nem dőlünk be ennek, és magyar embereknek fel kell nyíljon végre a szeme, ezen dolgozunk, ez egy hálátlannak tűnő feladat. Ugyanúgy, mint ahogy Mahatma Gandhi annak idején nagyon nehéz feladatra vállalkozott, amikor a 200 milliós Indiában megérkezett az indiai kikötőbe 1914-ben Dél-Afrikából, ahol már sikeresen megtesztelte az ellenállási küzdelmet, megérkezett oda, és azt látta, hogy néhány tízezer katona, néhány ezer kollaboráns által működtetett, elnyomó gépezet tartja fogságban, és tartja rabláncon, kizsigerelve egész Indiát. És 30 év, ott 30 év kemény küzdelme volt, hogy felszabadítsa az országot. Nekünk már nincs ennyi időnk! Sokkal kevesebb időnk van, sőt, minden idő lejárt, ezért kellett az új típusú nemzeti ellenállás útjára lépnünk. És az ellenállás szóról, ha beszélek, van egy ember, aki igazán hitelesen beszélhet erről, aki maga is üldöztet és szenvedett és szenved folyamatosan azért, mert van egy álma, azt álmodja, azt gondolja, azt szeretné, hogy Magyarország felemelt fejű, büszke magyar emberek hazája legyen, méltó őseinek örökségéhez, a Szent Korona tanításához, és ezért kiállt már közel 20 büntetőeljárást, aminek döntő többségében együtt harcoltam vele, felmentését értük el. Most még a legnagyobb eljárás folyamatban van, az úgynevezett terroreljárás. Nem a Gyurcsány terrorista ellen folyik az eljárás, a terroreljárás, hanem Budázi Györggyel szemben folyik, és társaival szemben folyik terroreljárás. Ilyen volt az elszámoltatás Magyarországon. Ne szereked elszámoltatás! De most már Gyurival is ellentámadásba mentünk, sorra nyerjük meg a sajtópereket a liberális médiumokkal szemben. És mindenki elégtételt fog ő is venni, meg én is, aki egyébként hazugságokat hirdetett előre a keddi rendezvényről. Például olyan cikkek is már megjelentek egyes médiumokon, felszólításomra tegnap levették, hogy ugye én voltam, aki leköptem már ugye a hazárulót. Megmondom őszintén, a végén már lassan büszke vagyok arra a hölgyre, aki ezt tette. Mert hogyha egy ember, gondoljunk bele, egyetlen egy ember, egy lehet, hogy indulatait kicsit nehezen mérsékelő ember, ezt meg tudta tenni, ilyen hatással tudott lenni az ország sorsának, történelmek alakulására, vagy legalábbis a médiumokra, a pártokra, mindenki elhatárolódik, mindenki zavarban van, mindenki mondja a süket szövegeit, és nem a lényegről beszél, akkor határtalanok a lehetőségeink. És hallgassuk meg most erről, hogy mit mond és mit gondol, mit üzen nekünk az igaz hazafi Budázi György, remélem sikerül bekapcsolni őt. Csak sajnos nem tudok ott menni jelen helyzetben, élőben, és így nem hallom vissza egyből, hogy valamit a kerülő legjobb, hogy szóval Tamás, azt mondta, hogy mi típusú nemzeti ellenállást kell, hallottam, mindig várakoztam a bekapcsolónak. Én azt gondolom, hogy nem kell semmiféle új típusú nemzeti ellenállást, csak a régi nemzeti ellenállást kell terjeszteni újra, ennyiben új. A dolog, mert az elmúlt 5 évben az, ami volt, hogy 2009 között, hanem az elmúlt 5 évben egy kicsit erős. Tehát, de vannak azért pozitív jelek, itt vannak a devizahitel, itt van a kérdező csoportok, akik tényleg előbb aktívan, már egy eljárási folyamatot folytatnak már egy jó ideje. Tehát vannak politikus emberek, akik kimernek menni, akik oda mennek, akár bevállalósan dolgozik irányi összehozatkozták a bankokon, akik lejárt a rendőrök útját, kilakoltatásokat. Tehát azt hiszem, hogy ezt kell egy kicsit összehozati szintre emelni, már nem csak a bankügyet, de összehozni minden mindenben.
viszont azt gondolom, hogyha közben szüntetés sorozatot tovább akarja, akkor a következő alkalomra valamilyen módon a gazdatársamhoz is meg kellene írni, mert igazából ez akkor lesz szerintem hiteles, hogy ennek is végre újra megjelenne. Persze nem mintha azon múlva, hogy beleveszél a köz, mint hozzák, éppen ma itt vagyok el, nem, mert a veszélytelnök megvan, de nagyon fontos lenne a társadalom felén üzenet, hogy lássák az emberek, hogy nem csak a rakat féle gazdatásról, hogy nem létezik a Fidesz tartja, hanem igenis van olyan magyar gazdatásról, hogy az igazság jelent kéne állni. A múltkori rendezvényen, mondtam, hogy ez az én megkülönbözésem van, hogy az egész föld mutyi mögött a záribázott támogatási rendszer van. Tehát ez mondjátja ezt az egész föld mutyit, és ennek után volt olyan nemzeti személy, aki az rendezvény után azt üzente nekem, hogy ebben összem igazán, mert a támogatás nélkül nem lehet megélni a földből. Hát én azt mondom, hogy igenis igazán van, mert az igaz lehet, hogy aki tisztességesen gazdálkodik, tehát rendesen beszéltek a minőségi termelőt a földjén, annak erre a támogatásra valóban szükség volt jelen rendszeren belül, csak volt. Egyelőtt akik itt mindenféle pártfogalok és akiknek földet akarnak, mert erőszakot földet, és meg tetőszakot, csak mindenki földet akar, az jól mutatta, mindenki számára világosan kell, hogy mutatta, hogy itt nyilvánvalóan valamilyen hatalomszerzésről van szó. Biztos, hogy a támogatásra utazva, de miért nem ennyire fontos, a könnyű pénzszerzés lehet, csak ahogy ők, hogy olyan emberek akarnak nyilvánvaló földet, egyáltalán értenek, hogy nem is érdekli őket. Hát az a helyzet szerintem, a mezőgazdasági termelést nem azon alapon kell támogatni, kinek mennyi szükség van. Tehát nem fogja a támogatásra van szükség, mert a műtinek ez a forrása. Hanem a termelőt kell támogatni, mert a megtermelt ár után kell megjelenjen az a fajta állami vagy közösségi segítség, amelyik az effektív termelő személyek a segítség. És persze, hogy most kell a támogatás, mert ugye megtermelő tisztességtől az amúgy fogják egy kukoricát, de a felvásárlására folyamatosan, hogy ne érnének ezt az egész. Hát úgy kellene ezt átalakítani, hogy ne legyen a felvásárló és a mező között, aki az mikor a kenyeretik az ember terméket megveszi, az a számos kereskedelmi lépcsőt összetartva, akik semmit nem csinálnak. Én konkrétan ismerek ilyen személy, ilyen ilyen takarmányra, hogy húzza kukorista, akkor egy nagykeres probléma volt ezt a kifejezést akartam, hogy egy probléma nagykereskedő, aki milliómas, milliárdos alkohol, hogy semmit nem csinál, a palasztól megveszi olcsón, és valahogy végül eladja drágán. Hát hogyha valahol támogatni kell a mezőgazdaságot, az a mezőgazdasági termést, akkor jó, hogy a jó minőségű termény olyan áron tudja eladni az azra, ami neki megben a haszta, és nincs közé hitetve azt az eladó termény és a mert ugye Orbán egy szivatkoznak, hogy itt megmérik a magyar fület, és olyan bonyolult
Köszönöm a figyelmet, bátorság minden hazafinom, karcsolatot tovább!